hang forog. Szigány, megint mit csinálnak, babó? Nyilván. Kösz. Köszönöm. Meg. Na, így. Hallom, összetudod? Hallottad? Hát, igen, hallottam. Hát össze, de az, hogy... Érted, én tényleg csak beszélni akartam a Totyával, mondtam neki tényleg normális emberi hangon, mint hogy most veled beszélek, hogy figyelj már, kedves Totya, ugyan mi a faszom van ezzel a kifizetéssel, miért nem kapom meg a pénzem, amiért meló előtt, meg meló után, meg meló mellett dolgoztam, tudod, ez a programozós. Tudom. Na. És akkor még neki áll, hogy itt én kavarom a szart, meg nem lehet velem együtt dolgozni, érted? És egyszerűen igen, hogy nem ő hozza az adótörvényeket, meg hogy válaszak más kormányt, akkor majd mások lesznek a törvények, meg hogy visszamajor, érted? Visszamajor, bazd meg. És hogy majd ő ad nekem a sajátjából 30 000. Tényleg ezt mondta? Ezt mondta. Érted? Nem elég, hogy megaláz, hanem még fel is mosatná velem a padlót. És hát ez gusztustalan, és én jól elküldtem az anyjába 30 000. Mondjuk azért az durva. Ugye? Ne? És még ő akar engem elküldeni a pszichiáterhez, még én vagyok a nem normális. Figyelj, én most nem arra gondolok, hanem arra gondolok, hogyha... Mégiscsak ő a főnököd, és hogyha nagyon ugrálsz, akkor egy idő után szépen a fejedre fog csapni. Na, és senkinek nem jó, hogyha eldőzőnek a dolgok. Tudod jól, hogy mennek itt a dolgok, és senkinek nem hasznos az egyszerűen, hogyha ez kibukik. Hát jó, de tudod, hogy a Totya ezt úgy csinálja, hogy fel is gyújthatnám az egészet, nem tűnne föl neki, nem érdekli, hogy mi van itt. Oké. Meg itt egyébként is nem a 30 000-ről van szó, bár... hanem az elvről. Jó, nem azt mondom, a 30 000 is nagyon jól jönne momentán, de az elv, hogy ő idejön, és akkor így... Szóval, hogy lényegében én vagyok az idióta, nekem támadulott, én dolgozom itt folyamatosan. Ezt én nem... Jó, figyelj! Tudom, hogy szóval, hogy nem kaptam meg a 30 000-et, és ez igen, ez részben a főnök hibája. De én csak annyit mondok, hogy... Magamat ismétlem meg, hogy szerintem az a jó, hogyha egész egyszerűen nem buknak ki ezek a dolgok. Hát jó, de te mit csinálnál ebben a helyzetben? Befogtam a kofát. Ez ilyen. Ez sajnos ilyen. És szar. Ez ilyen. Srácok, gyertek át a másik oldalunkra, itt lesz egy közodban. Valamit meg is sikerül látni. Jó.